Jesse James was a lad that killed many. Következik Palkovics Dávid, aki délelőttben 97-54-et ment, ha megismétli, ő a nyerő. Palkovics Dávid Csorról, első magyar póni fogadhajtó egyesület színeiben, Sándor András és Lencsés János, a két segédhajtó, Szultán Tibi, Hancúr és Grósz. A Palkovics Tanca fogad támogatója 2011-ben fedeles magyar bajnok, 2012-ben pedig magyar bajnok szabadtéren. Pályán tehát Palkovics Dávid, felkészült ifjú Kéri Tibor. Palkovics Dávid a célban, 94-31, egy verőhiba, tehát ehhez jön 5 másodperc, 99-31-jel ő a nyerő.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart. Kedves közönségünk, tehát érkeznek Önök elé a délután döntő főszereplői, a Póni 1-es, 2-es, 4-es fogadhajtók és a nagy 1-es kategória győztes és helyezett fogadhajtói ünnepélyes eredményhirdetésre. Én állítsuk ott a fogalmat. Kedves közönségünk, tehát felsorakoztak Önök előtt a délután döntő első felvonásának főszereplői, akik tisztelegnek Önök előtt, azért nem mondom, hogy kalaplevételben a kobakot nem tudják levenni, úgyhogy fogadhajtók az illően ostorral tisztelegnek. Megköszönjük a kedves közönségünk tapsát és eddigi jelenlétét is. És akkor kezdjük sorrendben. Két versenyen kívüli Póni egyesünk volt, a kettőjükből a jobb eredményt elérte ifjú Kosztolányi Zoltán 82,72 század másodperces eredménnyel, nincs itt, majd akkor át fogjuk adni. Túróci Regina lett a második, őt se látom. Akkor megyünk tovább. C kategóriában, egyes fogadó kategóriában egyedül indulóként vetétás nélkül ifjú Kéri Tibor mindkét pályát hibátlanul hajtotta 85-80-nal, illetve 85-01-jel. Ő sincs itt. Akkor mehetünk tovább. A egyes fogató kategóriában, a póni kategóriában a negyedik helyezett Tormási Ferenc, aki a részvételért egy szalagot kap. Nincs itt Tormási Ferenc, akkor mondom a harmadik helyezett. Akkor jöjjön, de fogat nélkül, ha itt van. Ügetésbe. Harmadik helyen végzett Tabajdi Ábel 82,40 század másodperces eredményével. A mezőny legfiatalabbja, további sikereket kívánunk jövőre. Póni fogadhajtó világbajnokság. Kérdezem a kapitányt, oda tud jutni az a fiatal ember? Korához képest? Mehet a VB-n? Még nem mehet. Úgyhogy akkor öregedjél még. De a juniorba indulhat. Harmadik lett Tabajdi Ábel. A díjakat Darázs Zoltánné, a Tápjösszemlődő Kincsem Lovaspark főkönyvelő nyújtját, a szalagot pedig ifjú Galbács Ferenc, a rendezvény szervezője. Második helyen végzett a Póni egyes fogadó kategóriában Mátyás Márton 81,56 század másodperces eredményével. A díjat ugyancsak Darázs Zoltán névfőkönyvelőtől veheti át, a díjszalagot pedig ifjú Galbás Ferenc tűzi fel. Gratulálunk! A Póni 1-es kategóriában a győztes, a 12. Kincsem Kupa versenyen Kenész Fruzsina 77,36 század másodperccel. Hibátlan pályát láttunk tőle, amiért külön gratuláció. A díjat Darázs Zoltánné főkönyvelő nyújtja át, a díjszalagot pedig ifjú Galbács Ferenc. Gratulálunk! A Póni 2-es kategóriában harmadik helyen végzett Rór Máté, Tolnamösd Lovas Egyesület hajtója 80,08 század másodperces eredménnyel. A harmadik helyzetnek járó díjat Darázs Zoltánné főkönyvelő nyújtja át,
A szalagot pedig fiú Garbács Ferenc tűzi fel. Rohr Máté négyessel, reméljük ott lesz a jövő évi Póni fogadhajtó világbajnokságon. Második lett a Póni 2-es kategóriában a 12. Kincsem kupán Timár Zoltán 78-08-al. Gratulálunk! És a 12. Kincsem kupa győztese a Póni 2-es kategóriában Kelemen Zoltán, az első magyar Póni fogadhajtó egyesület színeiben 76,26 másodperces időeredménye, hibátlan pályát láttunk tőle is. Gratulálunk a díjat Darázs Zoltánné főkönyvelőtől, beheti át ifjú Galvás Ferenc pedig a szalagot tűzi fel. A Póni 4-es kategóriában első Fedeles 4-es fogadhajtó versenyén második helyen végzett Kovács Zsófia 102,28 század másodperces eredményével Siófokról. Kovács Zsófi még valójában nem döntött, hogy jövőre 2-es vagy 4-es, de nagy valószínűséggel 2-es, Póni 2-essel készül a világbajnokságra. Fedelesben próbálgatja a 4-es fogatot. A díjat Darázs Zoltánné főkönyvelő nyújtja át, a szalagot pedig ifjú Galbács Ferenc tűzi fel. A Póni 4-es fogat kategóriában a legjobb eredményt Palkovics Dávid élt el 99,31 század másodperces eredménnyel. Ő lett kettők között a jobb, és ő vehette át a győztesnek járó díjat a 12. Kincsem kupán. Darázs Zoltánné főkönyvelőtől, a díszalagot pedig ifjú Galbács Ferenc tűzi fel. Gratulálunk! További sikereket kívánunk. A nagy kategóriában, az egyes fogatoknál negyedik helyen végzett Meskóni Orosz Mária 93,89 század másodperces eredménnyel. Egy verőhibája volt ebben az eredményben. A mért ideje 88,89 volt. Fogaton érkezik a hajtónő. A negyedik helyzetnek járó díjat Darázs Zoltánné, a díszalagot pedig ifjú Galbács Ferenc. Gratulálunk! Az egyes fogatok kategóriájában a 12. Kincsem kupán harmadik helyen végzett Ronzi Gábor, a Kesztyűt Kft. Válogatott hajtója. Hibátlan pályát hajtott 79-04-jel, lett harmadik. A harmadik helyzetnek járó díjat Dalás Zoltánné főkönyvelő nyújtja át. A díszalagot ifjú Galvács Ferenc tűzi fel. Az egyes fogatok kategóriájában második helyen végzett Meskó István, Üllő Állatorvos Tudományi Egyetem, Dóra Major színeiben, verőhiba nélkül 77,48 század másodperces időeredménnyel. A második helyzetnek járó díjat Darázs Zoltánné főkönyvelő nyújtja át, a díszalagot pedig Galbács Ferenc tűzi fel. 2012 évi 12. Kincsem kupa győztese az egyes fogatok kategóriájában Fábián László Hódmezővásárhelyről. 70,71 század másodperces időeredménnyel, nem egész 7 másodperccel verte a mezőnyt a válogatott egyes fogathajtó Fábián László, akinek további sikereket kívánunk a folytatásban. Darázs Zoltánné főkönyvelő nyújtott át a díjat, ifjú Galbács Ferenc pedig a szalagot. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Tisztelegnek Önök előtt a... Vagy ha megjöttek a gyerekek, akkor elnézést. A
Turóczi Regina lett a párbaj második helyezettje, itt van, és a győztes ifjú Kosztolányi Zoltán, ő is itt van, gratulálunk! Azt nem mondjuk, hogy tiszteletkörön ti is vegyetek részt, de ha fölültök valamelyik fogatra, akkor nagyon szívesen vesszük. És akkor jöjjön az egyes fogat Póni egyessel fölvezetéssel, induló zenére egy tiszteletkörrel, búcsúznak önöktől a délutáni döntő első felvonásának főszereplője, a győztes és helyezett fogathajtók.